A lakberendezés és művészet, avagy hogyan dekoráljuk lakásunkat, erről is szó esik a Design Pécsen. Ehhez csatlakozott egy belvárosi stúdió, ahol mindenki hasznos tanácsokat kap ehhez. Erre helyeztem most a Design héten is így a fókuszt, hogy hogyan is mutat mondjuk egy képzőművészeti alkotás az otthonunkban, hogy merjünk egy picikét nyitni ebbe az irányba is, hogy egy szép kerámia, egy szobor, vagy akár egy festmény is a falra kerüljön, és emelje otthonunk értékét, és szépséget is hozzon bele. A személyzeteket idéző doboz az asztalon nem véletlenül. Ez már egy másik helyszín a Pécsi Király utcán, ahol az emberi szem íriszéről készítenek fotókat. Így néz ki egy elkészült kép, ami a fotográfus szerint egyedi alkotás, mint ahogy mindenkinek egyedi az írisze. Az írisfotózást a művészet felé terelném, hiszen meg is adjuk ennek a módját, tehát sose úgy tekintünk rá, mint csak egy darab szemre, mert ez tényleg annyira különleges, ami bennünk van és a mi szervünk, hogy ennek szerintem szépen megadjuk a módját, hogy kellően reprezentáljuk, úgymond. Most csak két vállalkozást mutattunk be röviden, akik csatlakoztak a Design Pécs idei helyszíneihez. Az elmúlt években alkalmanként több mint 50 kreatív ipari vállalkozás mutatkozott be ezen az esemény sorozaton. Az idei Design Hétről még később beszámolunk bővebben is.